Sziasztok, Andi vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. Bocsánat, hogy az elmúlt időben picit hektikus volt a videók feltöltésének a gyakorisága itt YouTube-on, de elég sok munka volt, plusz Rékának a klipjét csináltuk, úgyhogy így picit elhanyagoltam ezt a felületet, de ígérem, hogy mostantól gyakrabban lesznek videók. Ez a mai pedig egy szinkron update videó, nagyjából egy évvel ezelőtt csináltam utoljára ilyet, úgyhogy már nagyon itt volt az ideje, plusz Instán is a kérdezfelelekben rengeteg szinkronnal kapcsolatos kérdés jön, úgyhogy gondoltam, összeszedem az elmúlt időszak kedvenc szerepeit, plusz amiket most láthattok és vagyok benne, és egy-kettő, ami még nincs, de majd jön. Úgyhogy kezdjük is. Hogy egy jó hírrel indítsak, és visszautaljak az egy évvel ezelőtti videóra, és ezt azért hangsúlyozom ki, mert ott volt szó először a 13 okom voltnak a szinkronjáról, amiben én vagyok Hannának a hangja, és valamiért nem töltötték föl Netflixre. És már nagyon-nagyon vártam, ti is írtatok nekem folyamatosan, hogy mikor kerül fel az első évadnak a szinkronja, mert fura módon a második évadtól már volt, az elsőnek nem, és végre, most már pár hónapja, de fent van, úgyhogy ha eddig nem láttátok, vagy érdekel így szinkronnal az első évad, akkor most meg tudjátok nézni. Én is most kezdem, csak el egy picit izgulok, de már nagyon-nagyon vártam. Ha már amúgy is itt vagyunk, kezdjük a Netflixes sorozatokkal. Az első az űrhadosztály, a Space Force, amiben hallhattok. Ha azt mondom, hogy Steve Carell a főszereplő, akkor szerintem már tudjátok, hogy egy komédiáról van szó. Remélem lesz második évada, abszolút elvarratlanul hagyták a szálakat, szerintem nagyon vicces, szórakoztató, pont olyan, amikor hazaérsz, nincs kedved semmit annyira úgy gondolkodni, de jókat akarsz nevetgélni, akkor ez a sorozat erre tökéletes. Dióhéjban arról szól, hogy ahogy amúgy ugye légierő is van, megalapítják az űrhadosztályt, ugye angolul az Air Force után ez a Space Force, és Steve Carell lesz ennek a vezetője, és én pedig a lányát játszom, Erint, aki egy vagány, ilyen kicsit néha magába forduló, nem nagyon vannak úgy barátai. Szerintem egy nagyon vicces karakter, érdekesen színészkedik a lány, szóval az arca nagyon kifejező, hatalmas szemei vannak, viszonylag nagy szája, és nagyon használja így az arcát. Ezért nem volt a legegyszerűbb őszintén szólva is szinkronizálni, mert mindig azt éreztem, meg így is jött le, hogy egyszerűen kevés a színészi játékom, mert annyira mimikál mindent, szóval kihívás volt, de amúgy imádtam, és forgatás közben is rengeteget nem vettünk a sorozaton. Fun fact, hogy a sorozat ugye arra épül, hogy Donald Trump Amerikában ténylegesen létrehozott egy Space Force, és ilyen lett a logója, ezt azt hiszem márciusban jelentették be, és szerintem láttok egy kis hasonlóságot a Star Trek-es Starfleet logóval. Na mindegy, úgyhogy izgalmas ez a dolog. Ez a nem létező fufrum közben folyamatosan az arcomba mászik, mert most mostam meg, úgyhogy bocsánat, emiatt. Na de a következő, szintén Netflixes sorozat, a Lock and Key, ami puskázok, kulcs a zárját magyar címmel van fent, egy ilyen misztikus, kicsit horrorisztikus sorozat. Arról szól, hogy három gyerek egy anyukával beköltözik egy házba, ahol az apukájuk dolgozott, azt hiszem régen, mert az apukájuk meghalt, ez az első részben kiderül, úgyhogy nem spoilerezek igazából, és ez a ház a kulcsház névre hallgat, és különböző kulcsokat kezdenek találni, amik misztikus, különleges képességekkel bírnak. Előkerülnek furcsa gonosz alakok, és az apjuk halálával kapcsolatos rejtély is kezd kibontakozni, és a három gyerek közül vagyok a lány testvér, igen, mert van egy idősebb bátyám és egy fiatalabb öcsém. Kisnek hívják a karakteremet, ő is egy vagány, de néha visszahúzódó, mert vannak titkok, amiket így őrizget, és mivel ők az új gyerekek, így a suliban, ott is van ezzel kapcsolatban konfliktus. Összességében szerintem egy nagyon izgalmas sorozat, Réka Dávid például imádták, azt tudom. Mi márka nemrég láttuk az első részt, úgyhogy mindenképpen ajánlom ezt is. Most hirtelen nem tudom, hogy az előző ilyen szinkron update-es videómban benne volt-e, mert akkor szinkronizáltuk a Spinning Out jeges élet című sorozatot. Ez hasonlóan nehéz falat, mint a 13 okom volt, mert különböző mentális betegségek jelennek meg benne, ezen kívül pedig az élsportnak egy elég sötét oldalát mutatja be ez a sorozat, mert igen, az végül is kihagytam a legfontosabbat, szóval Kate Bakernek vagyok a hangja, aki a főszereplője ennek a sorozatnak, egy korcsolyázót, jégtáncost alakít, és e köré a sport köré épül az egész sorozat. Nagyon sok nehézség, szerelem, küzdelem, ugye az élsporttal kapcsolatos nehézségek, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom, viszont ez is egy picit megterhelő sorozat, de szerintem zseniális.
Amúgy hatalmas szívfájdalmam, hogy elkaszálták ezt a sorozatot, nem lesz második évad, de úgy tűnik, nem nézték meg elegen, mert szerintem nem is volt annyira bepromózva, pedig szerintem elképesztően jó, úgyhogy mindesetre nézzétek meg, viszonylag le van zárva, de bőven megért volna még jó pár évadot. Elveszünk egy kicsit vidámabb vizekre, mindig van egy olyan időszak a szinkronban, amikor szappanoperákat csinálok, és nem is emlékszem, hogy mikor volt, hogy egyszer két szappanopera volt, tényleg évekkel ezelőtt, amikor bejöttek a török sorozatok, aztán volt egy mexikói vonal, aztán megint nem voltak, úgyhogy most egy mexikói sorozat, a Vészhelyzet Mexikóban, az eredeti címét puskázom, Medicos Linea de Vida. Igen, ebben szerepelek Pamelaként, aki egy rezidens, ez egy orvosos sorozat, szerintem nagyon izgalmas, nyilván szappanopera-szerűen van benne szerelem, árulás, minden, amit akartok, úgyhogy ha szeretitek a szappanoperákat és az orvosos sorozatokat, akkor ezt nektek találták ki. Igen, és TV2-s, azt hiszem, igen. A török sorozatokért rajongók most biztos boldogak lesznek, mert jön egy új török sorozat, ami elképesztően szövevényes, izgalmas, ebben is minden van, de tényleg minden, ahogy egy török sorozathoz illik. Azt hiszem Árvácskák lesz a címe, de minden esetre mutatom, meg se próbálom kimondani, szóval erről a sorozatról van szó, és ebben Elifet fogom játszani. Az alaptörténet igazából két családnak a folyamatos harca, de nem is mondok többet, ez is a TV2-n lesz, és a következő hetekben bármikor megjelenhet. Így a karantén okozta káosz után újra elkezdtük a régi sorozatokkal is felvenni a fonalat, például a Biát is folytattuk, ahogyan a Paw Patrolt is, amit ahogy imádok, annyira édes az a sorozat, és az a vicc, hogy az elmúlt két napban két különböző a Paw Patrolon kívül kutyás sorozatot csináltam, úgyhogy most úgy érzem, ezek kezdenek így felpörögni újra, és mindkettő elképesztően cuki. Ezen kívül folytattuk a Loud House-t is, ami szintén egy rettentő, humoros, nagyon aranyos sorozat, és közben sok hang alá van szintén, mint például mondjuk a Tiny House, talán az volt a legutolsó, amiben voltam, de ezeket sorolhatnám napestig, mert abból elég sok van így DLC-re, meg Ozone-ra, meg Live TV-re. Úgyhogy lezárásként pedig egy filmet szeretnék ajánlani nektek, ami még nagyon messze van, hogy kijöjjön, mert egy karácsonyi filmet csináltunk ezen a héten. Még nem tudom, mi lesz a magyar címe, de az eredeti az, hogy A Gift to Remember. Tudom, hogy a karácsonyi filmek általában nyálasak, elcsépeltek, de ez annyira jó, szóval úgy hozza az egész karácsonyi hangulatot, nagyon jól egyensúlyba tartja a tipikus karácsonyi dolgokat, nem túl nyálas, nem túl gicses, viszont lelke van az egésznek, a karakterek is nagyon izgalmasak. Ebben a főszereplő lánynak vagyok a hangja, és azért is szerettem nagyon, mert ez a lány egy könyvesboltban dolgozik, és rengeteget olvas, és szinte a könyvekben él, nem annyira így a való világban, és nagyon magamra ismertem, így egy régebbi, tizenéves énem, mert én is annyira sokat olvastam, hiányzik ki is, pedig van nagyon sok könyv, amit el kellene olvasnom, de valahogy nem tudom egyszerűen rávenni magam, de ez egy teljesen másik videó. Mindenesetre ez is a TV2-n lesz majd, amúgy ez nem egy TV2 promóció, csak véletlenül pont TV2-s filmeket csináltunk most. Mindenesetre karácsonykor láthatjátok, majd biztos kisztorizom Instán, hogyha aktuális. Úgyhogy ezeket szedtem össze most ebben a kis szinkron update videóban. Örülök, hogy kezd visszarázódni minden tényleg a karanténos időszak után, mert az elég nehézkes volt, úgyhogy remélem, hogy minél több sorozat jön be újra, minél több filmet csinálhatunk. Úgyhogy ennyi is lett volna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha bármilyen kérdésetek van a szinkronnal kapcsolatban, van egy szinkronos lejátszás listám, ott szerintem mindenre választ találtok, de ha nem, akkor írjátok meg kommentben. Kövessetek Instán is, és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok!